ismertek eleink a nagy emberekből, a profiljukat a pénzérmékről. Aztán rájöttek, hogy az emberi arcról a fény segítségével másolatot készíthetnek papírra, és ezzel beköszöntött a modern kor. 1839 a fényképezős feltalálásának bejelentése után portréfényképész műhelyek nyíltak Angliában és Amerikában. Az álom valóra vált. De mit mond, mit árul el a mai ember arca? ...1843-ban David Hill, a festő, ellátogatott Adamson edinburghi kalotípia stúdiójába. Társulást ajánlott neki, amelynek csak Adamson 5 évvel később bekövetkezett halála vetett véget. Charles Dodgson, író és matematikus, Lewis Carroll néven meseregényt írt egy barátja kislányának, Alice Liddellnek, Alice Csodaországban címmel. A kislány lett Dodgson első fotóinak is a modellje. Később híres emberek portréit is elkészítette, de kedvenc témái mindig is a kislányok voltak. A portré volt az első műfaj, amit a fotográfia meghódított. Másként fogalmazva, a fényképezés feltalálásától kezdve a kamerát széles körben alkalmazták arra, hogy megörökítsék az emberi arcokat. Amíg nem volt fényképezőgép, Európa a papírból kivágott ágképekért rajongott. A fotográfia annak köszönhette a gyors sikert, hogy az egész alakot és minden részletet meg tudott jeleníteni. Julia Margaret Cameron 48 éves korában kezdett el fényképezni. Ismerősei nem is vették ezt tőle jó néven, megszólták érte, a technikáját is kritizálták. Ő viszont azzal érvelt, hogy nem vágyik másra, csak hogy megörökítse mindazt a szépséget, amit lát. A 19. században a portréfotók jelentősége abban állt, hogy megmutatták a lefényképezett személy társadalmi pozícióját is. És ezek a személyek gondosan ki is választották a kellékeket, amelyek megfelelően kiemelték a hatalmukat és a tekintélyüket. Az emberek elküldték a portréikat a szeretteiknek és barátaiknak. És abban a korban, amikor a házasságok szülői megegyezés alapján köttettek, ezek a képek sok kézben megfordultak. Másrészt a várható életkor akkoriban lényegesen rövidebb volt, a csecsemő és gyermek halandóság, de a felnőttek mortalitási aránya is nagyon magas volt, különösen Európában. Sokan tehát azért fordultak a fényképészhez, hogy valami emlékük maradjon, ha bekövetkezne a szeretett családtag halála. Cameron a képein azt a drámai hatást akarta elérni, ami a klasszikus festmények sajátja. A 19. század második felében a portréfotózás demokratizálódott. Megjelentek az erre szakosodott műtermek. A legnépszerűbb Disderier volt, aki vizitkártya méretű fotókat készített, így szerény összegért mindenkinek lehetett saját portréja. Mások viszont a luxus körülményekkel akarták magukhoz csalogatni a vagyonosabb rétegeket. Nadar egy kis utcából egy forgalmas körútra telepítette át a műtermét. Ő találta fel a pszichológikus portrét, aminek egyszerű volt a titka. Beszélgetett a modellel, majd amikor úgy látta, hogy természetes a viselkedése, hirtelen félbeszakította a csevegést. Nem csak az illető arcvonásait, de a személyiségét is meg akarta mutatni. Ebben a korszakban a nagy emberek kötelességüknek érezték, hogy lefényképeztessék magukat. Etienne Carjat, Nadar barátja és vetélytársa el is távolított minden díszletet a műterméből és megalapította a kortárs hírességek galériáját. 1900-ban kezdte pályafutását Edward Steichen, akit sokan a század legnagyobb portréfotósának tartanak. Elvittem a hoppámat Rodinhez. Reszketett a térdem, még lapozgatta a képeimet. De tetszettek neki, meg is dicsért. Akkor összeszedtem a bátorságomat, azt mondtam neki. Mester, az életem legfőbb vágya, hogy lefotózhassam önt. Ő a vállamra tette a kezét, Fritz felé fordult, és azt mondta.
Látod, Fritz? Nem halt még ki a lelkesedés ebből a hitványvilágból. Ez olyan szép volt, hogy még ma is hallom a hangját. Maeterlinck ezt írta róla. A napfény fölfedte előttünk azt a képességét, hogy képet tud adni a tárgyakról és az élőlényekről, mégpedig gyorsabban és pontosabban, mint a ceruza. A gondolat talált egy rést, amelyen át behatolhat a névtelen erő rejtélyébe, és arra ösztökél, hogy kimondjunk olyasmit is, amit eddig nem tudtunk a fény árnyék világában a kegyelemről, a szépségről és az igazságról. A pályafutását művészi fotókkal kezdte. Alfred Stieglitz barátja volt, részt vett a századvég festészeti újító mozgalmaiban. Maga is nagyon jó szimbolista képeket festett. Sokat dolgozott azon is, hogy fotonegatívok felületi kezelésével csináljon képeket. Később a 20-as években reklámfotókat készített. Egészen más stílusra tért át. Belevetette magát az új, modernista áramlatba. A képei nagyon pontosak és nagyon objektívek lettek. Forgatási szünet volt. Garbo kijött a díszletek közül, a rendező meg odaszólt nekem. Csak 5 percet kap, mondtam, hogy rendben. Ott ott egy konyhai szék, egyszerű fotákolmány, arra kellett leültetnem. Ráterítettem egy fekete szövetet, és megkértem Garbót, hogy foglalja helyet. Ő úgy ült rá, hogy előbb megfordította, és rákönyökölt a támlájára, majd rám nézett. Elkezdtem fényképezni. Ő hol az egyik profilját fordította felém, hol a másikat. És mindent összevetve nem az a Garbo volt, aki engem érdekelt, hanem a hollywoodi sztár. Akkor szóltam neki, hogy milyen kár, hogy csak így fényképezhetem le, ezzel a sok tőle idegen holmival, a hollywoodi stílusú frizurájával. Ó, frizura zavarja, mondta ő, és nagyon kedvesen hátra simította a haját. Akkor azt mondtam neki, Greta, hadd fotózzam le így, és ő nagyon kedvesen beleegyezett. Én pedig a későbbiekben csak ezeket a Greta Garbo fotókat használtam föl. Arra a következtetésre jutottam, hogyha sikerül a modellnél egy igazi, őszinte pillanatot elkapni, és ennél több nem is kell ahhoz, hogy elkészítsünk egy portrét, akkor sikerült elkapnunk a lényeget. A két világháború közötti időszak dinamizmusa egyesülve a megszülető sztárkultusszal divattá tette a portréfotót. A 30-as években a hollywoodi stúdiók versengve dicsőítették sztárjaikat. A tőlük elvárt megjelenés két szóban összegezhető, csillogás és titokzatosság. E kettő a műtermek lámpáinak fényében létrehozta a tökéletes álomképet, a mesterséges mennyország csábító ígéretét. Franciaországban csak a 40-es évek végén jelent meg ez a divat, elsősorban Arcourt révén. Műterme legendáját Roland Barthes egy megjegyzése alapozta meg. Franciaországban nem számít színésznek az, akit Arcourt nem fotózott le. Aki nála járt, az bekerülhetett a sztárok panteonjába. A művészi megjelenítést a kameraállások változtatásával és a rafinált megvilágítással érte el. Roger Corbeau 160 film forgatásán fényképezett. Ezek közül sok ma már a filmtörténelem része. A saját stílusát érvényesítette. A kellett megváltoztatta a díszletet és a világítást, hogy elérje a kívánt hatást. A magyar származású brassai a szürrealista forradalom idején települt át Párizsba. Ám ő, ahogy mondta, a valóságot akarta kifejezni, mert semmi nem valóság fölötti. Különbséget szoktak tenni természetes viselkedés meg beállított póz között, ami számomra elég furcsa. Véleményem szerint ennek semmi értelme. Mert amikor lefényképezünk valakit, az a természetes, hogy az illető a fotósra néz és figyeli, hogy mit csinál. Ha azt mondjuk neki, hogy viselkedjen úgy, mintha itt sem lennék, az már komédia. Amikor belenéz az objektívba, az már majdnem olyan, mintha egy szobrásznak ülne modell. És az én felfogásom szerint ez a portré.
Mielőtt a nappali Párizst kezdte volna fényképezni, brassait a párizsi éjszaka alakjai érdekelték. A szándék azonban ugyanaz volt, megragadni a hangulatot és a varázslatos pillanatokat. Robert Doisneau szerint vannak napok, amikor azt az egyszerű tényt, hogy látunk, igazi boldogságként éljük meg. Bár olykor beállította a jeleneteket, szívesen nevezte önmagát a képek halászának. Egy banális környezetben is ki tudta választani azokat a pillanatokat, amikor a hétköznapiság látszólag megszabadult nyomasztó súlyától. Elismerem, mondta, hogy könnyedén eltulajdonítottam azt, amit a társaim akaratlanul is elém tártak, és ez megkönnyítette a tevékenységemet. Megállok egy adott helyen, és várom, hogy az emberek besétáljanak a kamerám látószögébe. Minden szinte magától történik. Én a külvárosban születtem, és már gyermekkoromban is tudatában voltam annak, hogy milyen csúnya. Most pedig, hogy mindent felforgattak ott, másképpen csúf, de rondább, mint volt. Ám a külvárosi emberek még az idióta díszletek között is szépnek tűnnek a szememben. Az teljesen egyértelmű, hogy a portréfotónak nagyon nagy jelentősége van a médiában, a sajtószakma bármely területéről is legyen szó. Bármi is a hír, a történet, az emberek azt mindig kötni akarják egy archoz. A 60-as években a nagy magazinok megérezték és kielégítették az új igényt, a természetességet. A képeslapok bemutatták a társasági életet, a jelenkor hírességeit, s nem azzal a távolságtartással, amihez ők ragaszkodtak volna, hanem úgy, amilyenek a hétköznapokban. A fotósokat a sztárok érdekelték, s eközben ők maguk alakították ki a sztárok képét. És ez a kép már nem a műtermekben született, hanem a paparazzók teleobjektívjeiben. Kitárult a híres emberek világa. Ez nem remélt szerencse volt Willy Rizzo számára, aki imádta a nőket. A fotós, aki egy újság alkalmazásában áll, pontosan meghatározott időben megy el a találkozóra, és pontosan akkor kell nagyon tehetségesnek lennie, mert akkor kell és lehet elkészíteni a képeket. Megcsinálja a fotókat és viszi a szerkesztőségbe. Nem ismételhet, tehát a képeknek jóknak kell lenniük. Nem mondhatja, jaj, nem sikerült, bedöglött a gép, nem voltam formában, álmos voltam, stb. Ez nem megy. Philip Alsman már híres portréfotósként érkezett az Egyesült Államokba. A hírességeket bemutató képeit számos magazin közölte, s a Life számára újabb 100 címlapfotót készített. Claude Azoulay számára a portréfotózás kikapcsolódás volt két harctéri tudósítás között. Ő a jólét és gondtalanság éveiben fotózta a sztárokat. A portréfotóban az a legérdekesebb, hogy a legkülönbözőbb célokra lehet felhasználni. Van társadalmi, gazdasági és politikai jelentősége. Mindezen szempontok miatt igen nagy a hatása. A hírességekről, a hatalom birtokosairól készült képek széles körben elterjednek és ismerté válnak. Ezáltal befolyásolják az átlagemberekről készített portrékat is. Tehát kimondhatjuk, hogy a portréfotónak is vannak divatirányzatai. A politikusok is elfogadják a játékszabályokat, amikor megengedik, hogy a magánéletüket fotózzák. Tudják, mi ezeknek a képeknek a jelentősége. Közel viszi őket a közönséghez. Ezért szeretnének minél közvetlenebbnek, minél emberibbnek mutatkozni a képeken. Ezen a képen Churchill elszántnak és harciasnak látszik, pedig csak morcos, mert Kárs elvette tőle a szivarját.
Yusuf Kárs, a politikus portrék mester, a műtermi beállítások híve volt. Rengeteg időt töltött a kép megkomponálásával, megvilágításával, de azt állította, hogy a jó portré titka ellenáll minden megfejtési kísérletnek. Hasonló elveket vallott Szedu Keita, aki képek ezrein örökítette meg Mali társadalmát. Tiszteletben tartotta a megrendelők elvárásait, akik azt kívánták, hogy a lehető legjobb színben mutassa be őket. A fotózás művészet, mondta Szedu Keita, és a művészet szépség. New Yorkban sok portréfotós a Harper's Bazaar vagy a Vogue szerkesztőségéből indult. Irving Penn, aki mániákusan törekedett a tökéletességre, távolságtartóan viszonyult modelljeihez. Figyelte, de nem akarta kiismerni őket. Mindig ugyanazt a szürke hátteret használta, látványhatásokra nem törekedett. Richard F. Don a portréfotózást konfrontációnak tekinti. Feszültséget teremt, amelyben felszínre kerül a modell igazi személyisége. A portréfotó egy olyan ember arcképe, aki tudja, hogy fotózzák, és ennek tudatában a régi kliséket fogja utánozni, és nem önmagát adja, mondja F. Don. Portré a személyiség interpretációja. Tartalmaz egy sor hazugságot is, amelyek elrejtik azt, hogy milyen is valójában a modell. De itt nem szabad megállni. Ennél sokkal távolabb kell jutni. Gyakorlatilag soha nem tudjuk megragadni a lényeget, ha csak a felszínt vakargatjuk. A fotós azonban éppen a felszínnel dolgozik, tehát soha nem láthat az alá. Ezért mindössze annyit tehetünk, hogy manipuláljuk a felszínt, vagyis a gesztusokat, a jelmezeket, az arckifejezéseket radikálisan, de ugyanakkor radically and correctly. Amikor dolgozom, keresek valamit az arcodon. Keresem az ellentmondást és a koherenciát. Pontosabban azt, ami egyszerre tartalmazza az ellentmondást és az összetartozást. A portrénak élőnek kell lennie, és semmi sem terelheti el a figyelmet az ábrázolt arcról. Ezért nem használ semmi fölösleges dekorációt. Ezért fotóz mindenkit semleges háttér előtt, ahogy ezt divatfotósként tanulta. A figyelem fókuszában a téma álljon, a bemutatni kívánt felszín. Én megszállott híve vagyok a fehér háttérnek, és mindig meglep, hogy a szürke hátteret, a szürke árnyalatait nem tekintik teljesen üres háttérnek. Nagyon nehéz megállni, hogy ne jelenítsünk meg valami vizuális elemet a háttérben, ami a kép lényeges alkotó része lehet. De ezt kell tennünk, ha az emberi lényeget akarjuk ábrázolni. És nagyon nehéz érzelmi tartalmat adni valaminek, ami ennyire grafikus, szinte karikatúra jellegű a fényképezőgép, megalkuvást nem ismerő objektívja előtt. De éppen ez a nagy kihívás. Az üres háttér mindenkit, a művészt, a nézőt, a modellt megfoszt attól a lehetőségtől, hogy a személyes környezet, a lakás, a könyvtár, a kedvenc karosszék legyen az értelmezés eszköze. De ha sikerül ezt elérni, akkor a modell önmaga szimbólumává válhat. Ha történetesen az utolsó portréját készítetni el, mert holnap reggel meg fog halni, nem ezt a megoldást választaná? Csak gondolja végig a dolgot. F. Don portréi a modell titkát érintik meg. Az érzelmeit ábrázolják, nem az elcsípett intim részleteket. A fotózásról alkotott felfogása hasonlít az élet szemléletéhez. Az idő okozta sebek, a halál közeliség, a rögeszmék világa ez, amit rögzíthet a fotó, de nem adhat megváltást. Helmut Newton jobban érzi magát a divat és aktfotók világában, ahol szabad teret engedhet a fantáziájának, de a változatosság kedvéért portréfotókat is készít, a klasszikus formát elegyítve a humorral. A saját világlátását ütközteti a modelléval, s képzelő ereje teremti meg a szintézist. Jean-Luc Sieff szerint a fotográfia csak a látszatot mutatja meg.
ugyanazt az arcot az egyik néző szomorúnak, a másik unatkozónak, a harmadik nyugodtnak látja. Mindenki beleviszi az értelmezésbe saját képzeletét, emlékeit, ízlését. Peggy Sirota a 80-as években talált egy harmadik utat a hagyomány és a modernség között. A stílusa egyszerű, minden hivalkodástól mentes. Az olyan fotókat szereti, amelyek a felszabadultságot sugallják. Divat és reklámfotók mellett a hollywoodi sztárok portréit is elkészítette, üdítően újszerű stílusban. Ő maga ezt technikai felkészületlenségének tulajdonítja, és csak egyetlen célja van, érzelmeket kiváltani. Bettina Rams a divat és reklámfotózásban jeleskedett, mielőtt a szívéhez közelebb álló munkába kezdett, a női lélekben rejlő vadságot, szilajságot akarta megmutatni. Én azt szeretem a fotózásban, hogy a dolgok soha nem azok, aminek látszanak. Bettina a kettősséggel játszik, hím nem, nő nem, keménység, lágyság. Zavarba ejtő az androgynokról, azaz a kétneműekről készített sorozata. Sok előre nem tervezett mozzanatot engedek be a munkámba. Az emberek nálam gyakran sírnak vagy nevetnek. Vannak, akik összezavarodnak, olyasmit tesznek, amit nem is akartak megtenni. De amikor sztárokkal dolgoztam, most már egyre ritkábban fényképezem őket. Szóval akkor a sztárok megnézhették a képeket, és válogathattak. És ez mintegy a büntetlenséget garantálta nekik, mert tudták, hogy fotózás közben bármeddig elmehetnek, hiszen utólag módjukban áll cenzúrázni a képeket. Letilthatják a nagyon kellemetleneket. Patrick de Marcellié nem használ semmilyen effektet, sem díszletet. A Velszi hercegnőről készült képei mégis olyannak mutatják őt, ahogyan élni fog az emlékeinkben. Számomra a portrékészítés lényege megtalálni a pillanatot, amikor a modell kinyílik, amikor valósággal belelátok a lelkébe. Ezt próbálom kihozni az illetőből, ezért kell elérnem, hogy bizalmat érezzen irántam. A Dalai Lámával mindössze 10 percet töltöttem el egy hotel szobában, de létrejött a kapcsolat. Madonnával 2 napot töltöttem, sok felvételt csináltam róla. Hagyom, hogy a modell önmaga legyen, és közben állandóan a tudatában vagyok, hogy bármikor itt lehet az a pillanat, amit le kell fotóznom. Tehát nekem az a legfontosabb egy portréfotónál, hogy engedjen megjelenni a képen a modell igazi személyiségét. Anton Corbijn az apjától kölcsönzött géppel készítette első felvételeit egy koncerten. A fotózást eleinte csak a zenei érdeklődése motiválta. Művészportrékat csinált a magazinoknak. A reklámfotózás, a videóklipek és a grafika műfajában kereste az új utakat, a komplexebb lehetőségeket. Így jutott el a legújabb eszközhöz, a multimédiához. François-Marie Bagnier rajzolónak készült. Megmutatta munkáit Dalinak, aki lelkesedett értük. Barátjával fogadta a 15 éves ifjú tehetséget. 4 évvel később Bagnier irodalmi téren is sikert aratott Második otthonunk című regényével. Aztán kiderült, hogy a fotózáshoz is van tehetsége. Portréi véletlen vagy kiprovokált találkozásokból születnek, s a szerelemről, a magányról, a múló időről mesélnek. Kezdetben csak azért fényképeztem, hogy legyenek emlékeim az eseményekről, a felejthetetlen arcokról, mert féltem, hogy elveszítem őket. Nem túl jó az arcmemóriám, lyukas az emlékezetem, könnyen kihullanak az arcok.
Például, ha az utcán látok egy férfit, aki reményt vesztve ordít égnek emelt karokkal, és az ő kétségbeesése nagyon hasonlít az enyémre, nem rohanhatok haza, hogy fogjam a tollamat és írjam az ilyen és ilyen utca, meg körút sarkán. Szóval ez nevetséges. Az írás ostoba dolog. Az írás nekem meg a hozzám hasonló szegényeknek való. A fotó viszont semmivel sem helyettesíthető. Azt hiszem, hogy egy portrénak olyan erőteljesnek kell lennie, hogy miután valaki megnézte, kedvet érezzen rá, hogy kérdezzen valamit a képen látott személytől. Kell lennie valami ellentmondásnak azon az arcon, valaminek a magatartásában, valaminek a tekintetében, amitől érdekelni kezd, hogy ki lehet ez az ember. Szerintem egy portré legyen olyan, mintha vallatólámpával világítanák meg. Vigyázzon mindenki, akiről portrét készítenek. Az állarcok lehullanak. A portrészobrász megmutatja arcunk legkisebb szeplőjét is. Tekintetünket más szempárokkal köti össze. A ráncainkból olvastatja ki személyiségünk titkait. És mégis, mennyi finomság és kellem van ezekben az ellesett vagy beállított portrékban, amelyek örökre megmaradnak nekünk.